Több testnyílást nem kértek föl. Köszönöm szépen. Jelentkező. Ugye? Ez több 10 éves fogai volt. Nem, én viszem. Kicsit gyerek. Várjon már, álljon meg! Túlírjuk az elége. Júj! Nem baj, az majd felveszi. Ja, várjál, így csak így orálisan? Hát mert hogy lehet még? Ha maga megmondaná, mert itt a riportban vagyunk ugye. Ha lássák az emberek, hogy mit iszik, na még megmondják, te tudod, hogy mit iszik az úr? De ezt már 100 méterről lehet látni, hogy egy ilyen ember mit iszik. Víz van benne, pálinka vagy bor. Na, honnan lehet ezt látni? Hát én biztos, ha víz lett volna, biztos kiköpöm rögtön. Nem. Na, maga a riporter hölgy. Igen. A mi viszítő vagyunk. Ez bor. Balázs, gyere ide. Vizsgáztatjuk. Gyere, gyere. Figyelj. Honnan látszik, hogy a csobolyóból mit isznak? Mondd meg nekik. Nem tudják. Mi van a csobolyóban? Az fúrja majd, de majd belít magának, az biztos. Tokai fúrmint. De honnan látszik, ha víz lenne, vennék, kilögybölnék. Ha pálinka, azt nem töltsük csobolyóba, ha bor megy, csak így megtörjük a száját. És már látják messziről, mit ivott. Ugye? Mennyit tanultak? Rózsa úr. Maradjunk a parasztnál, ne sértegesse maga engem. Hát... Akkor mit mondjak? Kedves Héte paraszt, melyik út vezet Budára? Ez. Biogazda, Rózsa Péter biogazda. Tudom én azt, és azt is köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm, hogy parasztnak meri nevezni magát, mert én nekem az úgy fáj, amikor a paraszt szót sértésgyanánt próbálják használni, mert nekem is az én őseim között is tisztességes paraszt emberek sorakoztak 100 éveken keresztül, és bizony nagyon fáj az nekem, hogy így le akarják becsmérelni az ő egész életüket, és ez nagyon helytelenül van, amikor így használják. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy visszaadja a becsületét ennek a szónak, így mindenki a paraszt előtt, az egy élő lény. Az bizony. Mert az ember nem élő lény maga szerint? Hát, de nem. Mert eszik, meg iszik. Amúgy másképp meghal, nem? Igen. Na hát, hogyha eszünk, meg iszunk, akkor élőlények vagyunk. Látod már maga egy olyan tehenet, amelyik szabadságra ment volna? Vagy benne munkaideje? Vagy egy fecskét, vagy egy oroszlánt? Hát akkor mégiscsak él. Nincs munkaideje. Na nekünk neki van. Neki élete van. Nekünk van. Élete van, és ezt maga és olyan éli. Természetesen megéli. Ugye éli? Ugye? Aj, az ember is elvett volna egy kis szalonnát reggel, mindjárt jobb kedve lett volna. Tehát az embernek is... nekem, hogy azt a nagy gazdaságot, amit ön most már irányít és létrehozott, azt akartam mondani. És gazdagságot, így van. Ezt hogyan, mikor, olyankor merte megálmodni, amikor még szembe ment a közgazdálkodással és mindennel? Mert gondolja, most másképp van, úgy gondolja? Most is úgy van. Most is úgy van. Hát mikor a McDonald's megterítette az autójával reggel a csirkéket, meg kólákat, meg egyebeket, reggel itt 7 órakor, itt is azt teszi az a több ezer ember. Tehát az hát még akkor jó, még nincs... Magyar embereknek jó dolgokat kell csinálni. Bizony, bizony. Hát nem csak a magyar embernek, a jó dolgok csak ember. A földből vannak. És az az igazság, hogy most már kezdik is érezni az emberek, hogy nem lesz jó vége annak, ha állandóan csak műennivalón tengetik magukat. De azért baj van ezzel, mert hogyha érzik is, de tenni kéne valamit, dolgozni kéne, de azt nem akar senki. Hát szerintem sokan hajlandóak lennének, de például itt vannak az én lányomék is, nem találnak most már olyan földterületet, ahol neki tudnának látni. Még elvégezte ezt a gazdaiskolát is a lányom, és szívvel lélekkel csinálnak, de már elkelt minden. A Magyarországon most már nem találni olyan földdarabot, ahol egy család neki tudna indulni. Nehéz a dolog, nehezen lehet, de igazából nehezen vannak azok az emberek, akik akarnak is. Van, aki gondolja, hogy lehetne, meg a szájával csinálja, de amikor beleesik abba a helyzetbe, hogy neki kéne kapálni, kötözni a szőlőt, vagy éppen megcsinálni a kolbászt, vagy a szalonnát, az fáradtságos munka. Igen, és ezt nem akarják az emberek. És nem is az, hogy nem akarják. A kézművérségnek is az a baja, hogy időttünk először, akkor 1500 kézmérs volt, most 700 vagy 800 van. És most, ha még eltelik 15 év, akkor még kevesebb lesz.
mondjuk fele. Tehát amikor nehéz valami, mikor nem lehet megdumálni, hogy ide mit faragunk bele, meg kell csinálni. Ugyanígy meg kell csinálni a szalonnát, a kolbászt, és... Még hozzá úgy, hogy finom is legyen. Hát az alapú finom, mert a disznó, ha legel, az nem tudja, hogy ide kerül, szegény disznó. De hogyha ő 3 évig legel, meg az a marha, és azokat a füveket eszi, amiket most a nyugati világ azt mondja, hogy azok gyógyfüvek, meg 3 féle gyógyfüvet eszik, hát a miénk eszik 500 félét, és ugyanígy eszik. És ez a Kárpát-medence, ez egy hatalmas ökológiai egység, amely, hogyha ráébrednének itt a itt lévő magyarok és nem magyarok, románok, szerbek, tótok és a többiek, hogy itt mekkora előnyben vagyunk a nyugat lepusztult világával szembe, és ez mindenkinek előnyére válna, a fafaragónak, az autószerelőnek és a politikusnak is, és nem a nyugatit majmolná, ahol ugye várja a támogatást, hogy vajon melyik politikus mikor mit csúrant, hanem elkezden a saját útján járni, ami a legjobb. A legjobb. De egyben a legnehezebb is. Hát nehéz, mert dolgozni kell, de az a munka nem olyan nehéz, mert hogyha a Vasalbertet idézzük, ha ismeri talán Vasalbertet, Vasalbertnek van egy idézete, hogy a nagyapja, amikor neki mesélte 10 éves korában, hogy kisfiam, nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk. Tehát olyan célokat kell megvalósítsunk, amit meg tudunk valósítani, és azt könnyebb megvalósítani, és hogyha egész nap robotolunk, és valami távoli cél, amit nem tudunk megvalósítani, az nem ér semmit. És itt is arról van szó, hogy a népművészet ezen a vásáron az élő legyen, igen, és az emberek használati tárgyakat csináljanak. Használják. Vegyék fel azt a ruhadarabot, megegyék azt a szalonnát, akkor avval éltetik azt az embert, aki készíti azt az inget, és hogyha még tovább lépnek, akkor mondjuk egy ilyen szobrot megvesznek, ezt nem kell minden nap vegyenek, elég egy életükbe egyszer megveszik, vagy az ősük, és kiteszik az ő házukba, akkor arra tudják, hogy ez mit jelent ez a szobor. Mire tanítja őket? A magyarság, a szkíták, a hunok, Attila is, és Szent László, meg az összes királyaink, azok, akik a mellérendelő viszonyt értették, és azok az emberek szabad népek voltak, szabad akaratukból éltek, de nem csak a székelyek éltek szabad akaratukból, a hajdúk is szabad akaratukból éltek, és a pásztorok is szabad akaratukból éltek. Ritkán jártak templomba, de az nem azt jelenti, hogy istentelenek voltak. Hát hogy a magyar mindig is Istennek a szolgálatában áll. Jó, csak most a különböző hitek kisajátítsák maguknak bizonyos társadalmi rétegeket, de az a pásztor, aki kinnőzi a nyájat és a csillagos ég alatt megérti, hogy annak mi az üzenete, akkor az értette az Istent, és lehet, hogy fohászkodott is, mert ha Balmazújvároson van egy ilyen pásztor fohász, hogy Istenem, teremtőm, adjál egy jó esőt a szegény jószágnak, jó legelő mezőt. Istenem, országom, hol lészen halálom, erdő ne vagy mezőn, vagy a pusztaságon. Ha erdőbe halok, megesznek a vadok, majd megénekelnek az égi madarak. Csodálatos, meg köszönöm meg szépen. Meg kell értse. Bizonyám. Valaki nem érti. Bizonyám. De hát tudjuk is, hogy ők a maguk területén urak voltak. Ha ő leszúrta a botját, akkor ha valaki megkérdezte, hol a világ közepe? És hol a világ közepe? Tudja? Hát itt, most nem, éppen. Az asszony lába közt, mert akkor forog a világ. Hát majd nem baj, kell kivágni. Ezt nem nekem kell tudni. Dehogy nem, magának is. De lényeg az, azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit most már magáénak tudhat, és kezdetekkor a legvadabb álmaiba se gondolta, hogy idáig sikerül eljutni? Hát az ember... Ugye egy fejlődésem egy keresztül.
Akkor én elkezdtem 38 éve, az régen volt, és nagyon szegény ember voltam, és az én anyám sokat sírt amiatt, hogy ilyen fia volt 80-ban, meg 81-ben, és akkor a kommunista világban lehettem volna egy brigádvezető, vagy egy TSZ-be akármi, és én ezt választottam apám meg a anyám ösztönzésére, akkor igazából azt gondolom, hogy a Jóisten azért gondját is az embernek, se jutatja oda, ahova kell, és az oktatás. Soha ilyen buta nem volt ez a nép, ez a Kárpát-medencei nép, mert nem érti ezeket a jeleket, amiket ide belefaragnak, belehímeznek, belenemezelnek, beleteszik a cserepekbe. Hogyha ezt megértené és használná, akkor elnyűlné. Ez mondjuk erre legkevésbé igaz, de a tányért, ha eltörik, akkor kell csinálni másikat. A ruhát elnyűlik. Az én anyám azt mondta, hogy ha kaptam egy ruhát, hogy egészségen nyűd el. Nem azt mondta, hogy viseld el, nyűd el. Ezt nem lehet elnyűlni. Ez már vagy 15 éve hordom, az még mindig megvan. Még vagy 20 évig hordom, még mindig jó lesz. Az, hogy nyűd el, azt jelenti, hogy sokáig használjad. Hát, na hát itt egy másik, hogy régen nem ilyen egyszer használatos, eldobható holmikat készítettek, hanem valóban úgy tervezték, hogy valaki el tudja napi használatban is egy életen keresztül használni. Egy életen, és hogy egészségen nyújt, az a legnagyobb dicsőség volt. Sőt, hát még van úgy, hogy apáról a fiú, meg még az unoka is még meg tudta örökölni. Tették el. Hát volt olyan darab, amit igen, erre szánt. Az emberek nem híztak meg, hanem ugyanolyan soványak voltak, mint vőlegény korukban, mert annyit dolgoztak, és a munka nem esítette. Meg nem ettek annyi cukrot? Na nem mondja. És mit tettek? Szalonnát? Meg disznózsírt. A cukor az olyan természetes, a mézből, tehát természetes édesítéseket használtak. A fehér cukor megjelenése. És akkor ilyen drága dolgot megvettek, hogy méz, a négyszer annyiba kerül, mint a cukor? Hát, jó, de szinte minden háznál értettek a méhekhez, szóval nem kellett. Vagy pedig akkor cseréltek a gazdák egymás Ha nem között. Loptak, cseréltek. Egyik tudott ezt, a másik csinált azt, és akkor megbeszélték. Ez egy más tudás. Így van. Ez felletté van, mint ezek a rabló népek, akik nyugaton veszik a példát, hogy németek, angolok, dánok és franciák. Ezek a népek, mikor még semmit nem tudtak erről a világról, akkor már a magyarok a mellérendelő viszonyban éltek. Igen. És felemelték, aki gyengébb volt, adtak neki. Megdőlött a birkanyája az egyik juhásznak, minden juhász adott neki egy-két birkát, és akkor nem kapott százat, de kapott annyit, amennyivel el tudott indulni. Igen. És hogyha megint balfasz volt, már bocsánat, akkor megint megdőlött neki. De ha jó juhász volt, és a lavina vitte el, vagy valami járvány, újra tudta indítani. Hát éppen ma délelőtt volt a televízióban a Hortobágyról egy bemutatófilm, és ott volt, hogy valamikor a 900-as évek elején volt egyszer egy olyan fagy, hogy ezrével még 13 pásztorember is elpusztult egy éjszaka alatt. Ezrével a juhok, és olyan fagy volt akkor, egyetlen egy éjszaka. Elénekeljen magának. De hát ez egy természeti csapás bírt lenni, és ez máskor is előfordulhatott, mert a régi ember az tudta nagyon jól, hogy a természet az nem kímél adott esetben senkit. Az én nagyapám Vasködmön Kunkli Ferenc. Igen. Az 1873 déd nagyapám született Máramoros szigeten, mai Kárpátalja. Igen. És miért született ott? Mert a Hortobágyon olyan éhínség volt, hogy nem hajtott ki tavasszal a fű. El tudja képzelni, hogy a Hargitán valamikor nem hajt ki a fű. Mióta én élek, ilyen nem volt. Semmikor teljes, semmikor ön. Mikor ez kihajt, ez a fű. Azt a betyám mindent, azt az embert nézd meg. Azt a marha tőköt. És az én nagyapám azért született ott. Na most azok az emberek, elvándoroltak, akik nem akartak megdögleni éhen. Tízezrével döglöttek meg az állatok 1860-as években. De aki ezt felismerte, az elvonult Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, és túlélte ezt a viszályt. Így volt az én nagyapám is, és 1890-es évek, 2000 körül, 900 körül visszajött.
egy szál tarisznyával is újraindította a nyáját, és 13 gyereket szült ennek a hazának, és Horthy Miklós külön kitítődést adott, mert 10 fiút adott a hazának. Ez igen. Na most gondolja meg ezt a folyamatot, és ugye ezek az átjáróházak, a székelyek, a hajdúk, a betyárok, a pásztorok között, ezek megvoltak, ezek a természetes folyosók. Moldvától Győrig, meg Felvidéktől Bánátig. Igen. És ebbe hát a kiállításon... Ez a szerves egység volt. Ma is az. Hát úgy van. És ma is a legegységesebb, és hogyha ezt felismernék a politikusok, ezek a laboló népek, akik ma bennünket irányítanak, akkor rájönnének arra, hogy románok és nem magyarok, József Attilát idézve, ezek egymásra vagyunk utalva, mert a román emberrel sose fogja egy székely szeretni a románt. De rájön arra, hogy ezekkel egy csarnokban vagyunk, mikor Erdélyről van szó, akkor, és az a román, az nem az a román, aki a regárdban van, meg a másikon, akkor, és nem kell szeretni, de mégis ezt a Kárpát-medencei adottságot csak akkor tudjuk kihasználni, ha összefogunk az itt élők, aki ott van és minden nap csinálja. Kapálja, vágja az erdőt, fejje a juhot, és faragja a fát. Na most ezt elég nehéz megérteni az embereknek, de nincs más út hátra. Mert nekünk nem a román az ellenség, hanem az amerikai, meg a nyugat-német ingyen élő, aki már semmit nem tud csinálni, csak elrabolja a mi gyerekeinket, akik ott babysitterek, vagy orvosok, vagy jogászok, és ötszörös, tízszeres fizetésére elmennek Romániából, vagy Magyarországból, vagy Lengyelországból, és Nyugat-Európába szolgálnak, mert azok már mind meghalnának, ezek nem mennének. Nem tudnák túlélni ezt a viszonyt. Van-e valami olyan elképzelése, terve, amit a közeljövőben szeretne megvalósítani a saját birtok? Mi az, hogy közel? Az elkövetkező 20 évbe. Igen. Iskolát. Iskolát. És abban az iskolában a gyerekeknek meg kell tanulni dolgozni, meg kell tanulják a magyar kultúrát. Mikor küldhetem az unokáimat? Hónap. De azért eléggé fel legyen vétezve az unokája, mert tojást kell szedni neki, meg kapálni, meg ebbe a világba a gyerekeknek meg kell tanulni a teremtést, meg kell tanulni házasodni, meg kell tanulni főzni, meg kell tanulni autót vezetni, meg kell tanulni mindazt, amit a magyarság adott az elmúlt 3000 évben a szkítáktól a magyar székelyekig a világnak, és akkor ez egy más világ lesz, egy más, ami ma van. És ez egy teljesebb világ lesz. Szóval mikor nyit az iskola? Már meg van nyitva. Már meg van nyitva? Te jó Isten! Hát rohanok haza szólni a lányoméknak, bár még csak óvodások a gyerekek. Még az óvoda működik igazán, de azért nehéz az is, tudja. Mert ugye hasonlítják az állami óvodához, ahol más tanulnak, az én óvodámban meg kell tanuljanak teját főzni, meg kell tanuljanak virágokat szedni, nyulakat etetni, galambokat, tojást szedni, a magyar népművészet, a népi játékokat. Helyes. Nem is mondok többet, mert fröccsöt se kaptam, úgyhogy... Köszönjük szépen! Elmegyek arra, megnézem a bokáit. És maguk akkor hova teszik ezt? Hát föl a világhálón. Mondom, a YouTube-on adtál névjegykártyát?